Az Értékmentők csapata az I-generációért Egyesület rendezésében a Petőfi Kultúrtanszék színház termében folytatta az újra életre hívott Ugorj be most programját, a humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négyszereplős színházi játékát. Volt egy kis pihenésünk nekünk is, hála Istennek azért mi még a pandémia alatt is, vagy hát azt követően is tudtunk előadást tartani, és azt kell, hogy mondjam, hogy a jó ügyekből sosincs, vagy nem fogunk kifogyni, úgyhogy mindig van hova segíteni. Talán azért volt egy kicsi pihenésünk, hiszen hát a színház is most zárva volt, és felújítás és minden más egyéb, ez miatt mi is egy kicsit pihentünk, de most újrakezdődünk, vagy újrakezdjük a munkát, és itt vagyunk. A teltházas est bevétele természetesen ezen a napon is jó célt szolgált. Az Értékmentők, az I-generációért Egyesület folytatja misszióját, és a polgári integrált szociális otthonban élőket segíti a befolyt összeggel. A polgári ipartelepen fogyatékkal élők bentlakásos intézményének sokat segítek, és múltkorjában, hogy voltunk, hát mondták, hogy nagy szükségük lenne majd segítségre, méghozzá olyan izgalmas és ilyen rész kicsinek tűnő dologban fogunk segíteni, hogy fogkeféket szerzünk be nekik. Ez egyébként azt gondolom az ember egy egyszerű dolog, de nem, mert hogy nekik egy szintén ilyen automata fogkefét kell majd beszerezni, és hát a mai eseménynek is, és egy korábbi jótékonyság rendezvényünknek is ez lesz a célja, és ide fogunk gyűjteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos cél. Az esten Kis Diana Magdolna, Imre Krisztián, Krisztik Csaba és Tűzkő Sándor mutatta be improvizációit, akik láthatóan lubickoltak szerepeikben, mosolygós, nevetős csodapillanatokat hozva a színházbarátoknak.